Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, és köszöntöm Önöket ezen a csodálatos őszi estén. Hú, mennyien vannak! Hát igazából nem meglepő, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltek, és együtt ünnepelhetjük ezt a csodálatos műfajt, ami az operett. Ugye hát minden évben 24-én, október 24-én szokták megszervezni a Magyar Operett Napját, és hát mi is ezzel a kis gálával próbálunk tisztelegni ennek a műfajnak. A Lorántffy Zsuzsánna Kulturális Egyesület immáron 10. alkalommal szervezi meg ezt a csodálatos eseményt. Marosvásárhelyen hungarikumnak számító magyar operett előtt tisztelgő estét. Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Szirmai Albert közismert műveiből hallhatnak majd dalokat. A mai fogyasztó társadalomban, amikor mindenhonnan dől a zene, elmegyünk egy étterembe, szól a zene, beülünk a taxiba, szól a zene, a rádióból dől a zene, a tévéből dől a zene, annyira jó kicsit leülni, kicsit bejönni ebbe a terembe, ebbe a csodálatos terembe, egy picit megpihenni, egy picit kinyitni a lelkünket, és táplálni gyönyörű muzsikával. Nemzetközi kutatások szerint nincs olyan perc a világon, hogy valahol meg ne szólalna egy magyar operett. Büszkék lehetünk arra, hogy van a világban egy olyan zenei műfaj, amelyet bárhol, hogyha hallgatnak, akkor a magyar nemzettel azonosítanak. És büszkék lehetünk mi is, hogy városokban vannak olyan gyöngyszemek, akik ezt a csodálatos műfajt, az operettet méltó helyre emelik. És akkor most el is mondanám, hogy kik lépnek föl a mai este. Trozner Kincső, Boros Emese, Buta Árpád, Szabó Levente, Erdős Róbert. A legismertebb magyar operettekből kötöttek össze Önöknek ma estére egy csokorra valót. Csárdás királynő, Mágnás Miska, Bajadér, Bál a Szabolyban. Ezek gondolom, hogy mind ismerősen csengenek Önöknek. Bemutatnám a muzsikusainkat, hiszen operett nem létezik muzsikusok nélkül. Bordos Nagy Kinga Marosvásárhelyen született, zongoratanulmányait a Művészeti Liceum Szőnyi Márta osztályában kezdte. A kolozsvári Gyorgy Dimán Zene Akadémián Adriana Berra tanárnő irányításával tanult. Különböző versenyeken, zongoraversenyeken vett részt, többször részt vett a Tiberius Fesztiválon, és gyakran együttműködik a Tiberius Vonos Négyessel. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum korrepetitora és zongoratanára. Több alanyos. Felsőfokú tanulmányait Brassóban és Kolozsváron végezte hegedűszakon, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia állandó tagja. Szerződésben áll a székelyudvarhelyi székelyfilharmóniával, a helyi művészeti liceum óraadó hegedű tanára, és nem utolsó sorban a Grációzó Vonos Négyes alapítója. Úgyhogy felkérem a zenészeket színpadra, Bordos Nagy Kinga és Külök Alajos. Kellemes időtöltést! Tartalmas szórakozást. Gyere, te Némand! Maska! Maska! Mondd el nekem, hogy ezt a... Hogy is hívják? Ezt a színházigazgató urat nem láttad valahol? Gyakorolsz, mi? Ja! Jó napot kívánok! Ja! Viccem, kedves! Jó napot kívánok! Pont magát kerestem! Engem? Igen? Jaj, hagyjon békén, kérem! Na, hát mi a fejem? Nagyon fáj a fejem. El vagyok gondolkodva. Ha még ugyan vicc. Vicca. Mi lesz, ha én megnősülök? Hát mi a Istenem, az egészen elvitte neked is a szeretet. Mi? Tudtam. Teljesen. Mert hát az nem lehet, hogy egy ekkora tehetség, amekkora én vagyok, hogy még mindig csak első műsorszám megyek az Orfeumba. Az is csak kezdés előtt. Hát kérem szépen. Nem lehet, az nem lehet. Vicca, én itt magára ránézek és megítélem igazakon. Már 20 éve a nemzetibe kellene játszolni. Jó, hogy maga milyen kedves! Ha tudnám! Tetszik tudni, maga az egyetlen, aki látja és tudja, hogy mekkora tehetséget rejt ez a hű kedve! Hű, de hatalmas!
színészni, sohasem fogok Shakespeare-t játszani. Mit akar játszani? Shakespeare? Van az a Shakespeare! Senki nagyon tudom, úgy tudom, Shakespeare! Hát van az a Shakespeare! Van! Van! Na, hát akkor abból én akarom játszani na, a... Na, melyiket? Ahogy is mondja. Na? Akarom játszani a... A ciklus! A ciklus, de azt ne játszani, nagyon jó lesz. Nagyon? Jó lesz, de nagyon bajánlatom. Tudja, hamarosan a Nemzetiben az én operettemet fogják előadni. A magáit! Az enyémet, igen. És én ott magának félretettem a főcím szereplő dalát. Jó. Tudja, azt a tehénpásztor beállták. Azt a pacalmárikát! A pacalmárikát! A Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban végzett kántorszakon,
És hát az est folyamán lesz majd egy kis meglepetés, hiszen itt van egy régi diákja, és majd közösen fognak fellépni ezen a csodálatos színpadon. Ugye Kálmán Imréről rengeteg anekdóta terjed a nagyvilágban, és hát történt egyszer, hogy Kálmán Imre egy borozóban, épp a nagy sikere után iszogatta a bort, és oda jut hozzá egy bajtása, aki megkérdezte tőle, hogy hát Imre, hát mi lesz a nagy szimfóniákkal, amiket ígértél nekünk? És azt mondta, hogy előbb pénzt keresek operettekkel, aztán majd jöhetnek a szimfóniák. Úgyhogy most Kálmán Imre Bajadér című művéből fognak hallani egy dalbetétet, Odett belépője. Oh, my goodness.
Ha egy jó kis bárt nem is tudunk ide varázsolni, de Boros Emese és Szabó Levente ide varázsolja nekünk. Bajadér, Kálmán Imre. Hogy ez a műfaj, az operett műfaja mennyiben tudja megszólítani a mai fiatalságot, hiszen hogyha jól megnézem magukat, bár nem látok sokat, de hogy így sok őszfejet látok, és kevésbé fiatal fejecskét, de hogy el kell árulnom önöknek, hogy azért vannak városunkban olyan kis fiatal, tehetséges gyerekek, mondhatnám így is, fiatalok, akik imádják ezt a műfajt, hiszen jól játszható, jól énekelhető. Ilyen például Erdős Róbert, aki a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban járt. Érettségi után felvételt nyert a budapesti Szent István Király Konzervatóriumába, ahol jelenleg is tanul. Tagja a Zuglói Filharmónia Szent István Király Oratórium Kórusának, illetve a budapesti Belcanto Operatársulatának, akikkel rendszeresen fellépései vannak. Bevallása szerint imádja ezt a műfajt, úgyhogy most hallgassuk meg őt. Én a pásztorok királynak legelőttem nálam, nem tőlem az idő, mert a szívem megy nyárba. Szerelemnek forró nyara éget mi a lelkem, amióta azt a kislány egyszer megüleltem.
Korica ösztalálynak, ott szednek föl engem. A nevem is helyi palasztos, de én nem szégyellem. Hajmásznak itt elégez, új cifrám nem kell. Ragaszkodom a nevemhez, igaz szeretettel. Becsületes jó magyar nép, nem híreznek bárhoz. Az én nevem, az én nevem, Kuporica, Kuporica János. Hat mögöl semmi szerkőre, összenőttek vége. Hídat hatná fél országát, király ő felsége. Kínálhatna püspökséggel a római pápon. Csalogathat csal facsorgal, cifra úri dámon. Ott van őttem Jóskámhoz, mint levél a fám. Az én nevem, Kuporica, Kuporica.
Az operett, mint műfaj, ugye századfordulón 1903-ban Huszka Jenő nevéhez fűződik. Ugye megemlíteném a Bob Herceget, az Aranyvilágot. Igazából ekkor lett népszerű a nemzet csalogánya, Blaha Lujza. Hát nekünk is van egy csalogányunk, ő pedig nem más, mint Boros Emese és Trozner Kincső. Úgyhogy mi kell a férfiaknak? Erdős Róbert, majd megmondja. Színpadon három műfaj van. Az opera, az operett és lehár. Azt gondolom, ennél nagyobb méltatást igazából nem is kaphatott volna. Lehár Ferenc tehetségét Puccini jellemzése támasztja alá a legjobban, aki azt nyilatkozta, hogy amennyiben Lehár érdeklődése az opera felé fordult volna, hát nagy elemfele lett volna. A most következő dal, az egy Lehár Ferenc betétdal lesz a Cigány szerelemről, Józsi dala Szabó Levente előadásában. Fogadják szeretettel! Kérdőd, a válasz halvar zengő módon.
Az majd a forró, de szívem olyan, mint a jég.
Szerelemről, sikertörténetekről, karriertörténetekről. És most fölkonferálom a támogatónkat is, hiszen olyan is van nekünk. Tehát Széchenyi Tiktak, Ágros Utszérélé, Takács Gyöngyi és Takács Béni, akik rendszeresen támogatják ezt a kulturális egyesületet, polgármesteri hivatal, Kommunitász Alapítvány, Maros megyei tanács, Emma vendéglő, aki kiváló süteményekkel ajándékozta meg a kis csapatunkat. Média támogatók a Népújság, Gaga Rádió, Marosvásárhelyi Rádió és Vészi TV. Mester és tanítványa, diák és tanár együtt lép ma fel önök előtt színpadon, úgyhogy fogadják szeretettel ezt a csodálatos párost. Iván, mi lelte? Szerintem még olyan jó kedve volt. Éppen most értesültem közelgő házasságáról. Csak rakjának is szeretnék. Iván, ha nem ismerném, azt mondanám, maga részeg. Nem kell kimennie. Tudok magáról és az ifjabb Elenéről. Kiről? Az oroszlán buszoktatóról, aki nem sokára hazajön és elveszi magát. Egyébként találkoztam el a fiatal. Egy igazán kellemes volt valami. Jaj, Istenem, az maga Elenéri taszilóról beszél. Az anyám és az ő nagybátyja régen egyezkedtek. De én... Különben is, ki beszélt erről önnek? Jelen is műcakot teszek. Tudomásuk szerint Eleméri nem sokára hazajön, és számunk írni magára az ígéretet. Ja Istenem! És ön elhisz bármit is ennek a két ásvis hígyónak? De hát hazajön! Majd. A báli szezon elején. De felőlem csinálhat, amit akar. Gondolja, hogy én hozzamennék bárkihez, ha a szívem más csúk. Mit csúk az? Azt súgja. Tudja maga jól. Szóval, remélem. Jaj, Iván, annyira nehéz ez, de ismeri az anyámat. Ne féljen semmitől, hiszen engem már tátkarokkal várnak bármilyen a világban. De én ide tartozom. Jöjjön, szökjön meg velem, hagyja itt ezt a csűrhét! Csűrhét? Parancs úr! Kissé elhagadtatja magát. Intrika, beltenyészet meg tehetséggyilkos, most áll az egész! Parancsom és ellállam, nem megy semmire. Ezek szerint Thank you.
számunkra Csárdás királynőjét 1915-ben mutatták be Bécsben, és ezzel végleg beírta magát az operett történelmébe. A Csárdás királynő a világon legtöbbet játszott operett, és azt tudni kell Kálmán Imréről, hogy nagyon babonás volt, olyannyira, hogy a bemutatót azt november 13-ára tervezték, és mivel babonás volt, akkor kérte a direktort, hogy halasszák el, mert hogy az egy szerencsétlen szám, és hogy ez nem tesz jót az előadásnak. A direktor azt mondta, hogy nem, már pedig az előadásnak 13-án meg kell történnie itt Bécsben. Igen ám, csak hogy szerencsés volt azért Kálmán Imre, mert hogy megbetegedett a főszereplő, lerekent, nem tudott énekelni, így hát el kellett halasztani az előadást, és 17-ére került a darab bemutatója. Most egy részletet hallgathatnak a Csárdás királynőből, fogadják szeretettel. Őket tízkor még az ágy. Ó, elromlott város, mert kölcseinkre káros, az ellenállás szívünkben kell ágy. Hogyha új leány van, az olti műsor hában, mi már előre érte rángol. Személyes vallomással tartozom önöknek, és engedjék meg, hogy elmondjam most.
hiszen ugye hát mi is a Nemzeti Színházban játsszuk a Csárdás királynőt, és most annyira felperzdültem ettől a muzsikától, hogy itt egyedül táncra perdültem, és eljártam egyedül a koreográfiát, amit egyébként nagy színpadon táncoltunk. És hogyha már Csárdás királynő, akkor maradjunk továbbra is a Csárdás királynőnél. Következik a Varieté Express, Boros Emese, Trozner Kincső, Buta Árpád, Szabó Levente. Hurrá! Hurrá! És mit szólna hozzá, ha megtudná a feleség? A felesége? A felesége? A felesége? Mi jöjjön, ne várjuk másba, egy fordulón a csárdát. Yeah.
Vígözve csodálatos operettje bejárta a nagyvilágot. El kell mondanom egy anekdótát ezzel kapcsolatban, és az történt, hogy egy előadás bemutatója szünetében Lehár hátrament a színfalak mögé, és egy síró kórista lányt talált ott a kizokogott, és megkérdezte, hogy mi a baj, kislány, hát miért sírsz? Mester, nekem annyira meghatott az előadásnak az utolsó része, hogy nem bírom ki sírás nélkül. És akkor Lehár elmosolyodott, és egy doboz pralinét nyújtott át a kórista lánynak. Másnap az előadás szünetében 10 kórista lány várta Lehárt ott a színfalak mögött. Most következzen Trozner Kincső, Buta Árpád, Ajk az ajkoli, Vígözvegyből egy kis dalgetét. Asszonyom! Uram! Fontos tárgyalni való van önnel. Tárgyalni való? Igen. Megtiltom önnek, hogy férjhez menjen. Megtiltja? Meg. És szabad tudom, hogy miért? Talán csak nem azért, mert... mégiscsak... szerelmes belém. Hogy miért szerelmes? A nevesen már én idétlenül. Csak így tudom. Szóval megtiltja. Meg én. Meg a haza. Meg a vagyona, mert annak itthon kell maradnia. És én, mint jó honleány, engedelmeskedem. És nem leszek rossz ilyen felesége. Hanna, ön azt mondja, hogy... azt. De hát, hogy én jött a pavilonban. Rossz ilyonnak nem velem volt találkája, hanem egy másik nővel. Egy másik nőn volt ott? Igen, egy másik asszony, és ne tencse meg a botrány, hát magamra vállaltam a szerepét. Egy férjes asszony, ez halatlan. Én mindent elmondtam. Önnek semmi mondani van, hogy nincs a számomra. Megbírod állni, hogy meg se
vagyok én! Meg! Na meg aztán! Milyen bajod van vele? Hogy milyen bajod van? Jól tudom, hogy azt! Meg! Annak a két hülye grófnak! Nem kacsingattál a bálon? Hogy én? Hát nem bizony. Hát de... Hát de tudod, hogy... Ezt a tegnap este már megbocsátottam. Jó, de most jut eszembe, most jut eszembe, hogy nem tudom megbocsátani. Na de Miska, hát érdemes elni beszélni. Hát tudod te jó, hogy 100 geróf se ér fel egy Miskával. Jaj, te Marcsa. Ne hízelek, Marcsa, ne hízelek, mert én nagyon jól tudom, hogy ez a két maklatról nem állt volna veled ki, ha te nem adsz nekik agit. Hogy mit adtam én nekik? Hát agit! Agit az. Hát de hát én azt sem tudom, hogy az mi az! Hát nem tudod persze, de azért visszálltad. Miska, én egészen másképp képzeltem ezt el. Na hogyan képzeltem? Hát úgy, hogy... Miska, menjél már feleségünk! Hát mindjárt elszáradok itt egyedül, érte? Szerencsére! Hát mind a kettő olyan szegények vagyunk a templomekre. Hogyan tegyek ki? Hát igen, de hogyha szeretnél, akkor élhetünk úgy, mint a galambok. Így van. És annyit turmékon? Ne! Olyan keveset ennünk! Képzeltem ezt az egész családi boldogságot. Hát alapod, hát én se így képzeltem ezt, hát de azért nem kell verekedni, no, hanem finoman bánni vele, mint egy igazi gerok kisasszonyát. Esélyként koncsesz táncot táncolnék neked a patlany tetején. Te pedig csókolhatnád a lányomat. Te elmersz egy gondolat, te Marcsa! Na ugye? Én pedig úgy viselkednék vele, mint egy igazi gerófaj! Hát nagyszerű! Nem tudsz te olyan! Hogy ne tudnék? Hát én is tudok finoman viselkedni, ha akarok. Na de hát, tudod-e? Itt szoktam esténként leskelődni a kontyesz kisasszonyoknál. Eltanultam tőlük az úri viselkedést, még a kontyesztáncot is megtanultam. Ne mondjam! Ha akarod, megtanultalak rá. Na hát már kíváncsi vagyok! Yes, a best present. Oh, Sasha!
Csáltás királynő budapesti előbemutatója után kiment az udvarra, és hát szembe futott egy kéményseprővel, és ugye mivel babonás volt, azt gondolta, hogy hú, hát ez most biztosan, hogy szerencsét fog neki hozni, de mielőtt ezt leellenőrizni próbálta volna, megtépte a szakállát a kéményseprőnek, akit nyilván, hogy feljajdult, mert hát le akarta ellenőrizni, hogy vajon ez nem egy fótszakál, hogy meg akarja valaki viccelni. Hát nem volt az a kéményseprő szerencsétlenségére. Úgyhogy most következzék az Emlékszel még a Csárdás királynőből Trozner Kincső és Erdős Róbert előadásában. Thank you.
Oh,
Kovács Kincső, Szabó Levente, mindketten a Varieté Express tagjai, ami az operettek égisze alatt született, a négy tehetség egyedi színfoltot képvisel a város életében, nekik köszönhetően van saját operettársulata a városunknak. Legfőbb céljuk ledönteni az operett műfajához kapcsolódó előítéleteket, és az ifjabb korosztállyal is megszerettetni ezt a csodálatos műfajt. Igaz, hogy egy évszázaddal ezelőtt íródtak ezek az operettek, de üzenetük ma is időszerű, hiszen örökérvényű érzelmekről, szerelemről, bánatról, gyűlöletről szólnak. Előadásmódjukban igyekeznek újszerűvé tenni a műfajt. És most következzen a Varieté Express még két gyöngyszeme, Boros Emese és Erdős Róbert. Húzzad csak, Csárdás királynő! Megbocsátják nekem. Igazából táncra perdültem, mert most már így a vége fele tartunk, és annyira jól érzem magam itt a kulisszák mögött, hogy én is táncra perdültem, úgyhogy most következzék a Cintányéros Tudarvilág, és kedves közönség, hát akár énekelni is lehet, hogyha tudják, és biztos vagyok benne, hogy tudják a darabokat, úgyhogy rossz a rajta. Jó italokat hozatok, egy nótát is elhúzatok.
Kedves közönségünk, lassan az estünk végére értünk, és azt gondolom, hogy méltó befejezése lesz egy új dal, egy újabb dal, ami a Csárdás királynőből van, és hát ezzel is tisztelegve Kálmán Imre előtt, az operett előtt, úgyhogy következzen az Asszony összetör, és mindenkit kérek a színpadra. Thank you.
Kincső, Boros Emese, Szabó Levente, Buta Árpád, Bordos Kuta zongoránál, Szőr Kállajós és Nagy Amunia. Köszönjük szépen azt a csodálatos estét, és hogy együtt szemezgettünk az operett slágereiből, és köszönjük a Lóránti Zsuzsána Egyesületnek. Szép estét, nyugodalmas jó éjszakát. És így áldástét, elkérem önöket, énekeljünk együtt, ücsüljünk együtt, kiamítunk, jaj, kica! Pesgőzni szeretne a kis lurkó, hát ezt ma nem fogja megtenni szerintem. Még egy picit nőnie kell. Szerintem a jaj cicámat ő is el tudja énekelni, úgyhogy énekeljünk meg. Jaj, cica, eszem azt a sőt, kis szállt.